egyre magasabbra emelkedünk a Kárpátok bércein. Európa szívében vajon miért érezzük különlegesnek ezt a tájat? 2000 méterre vagyunk a medencék fölött. Olyan mozaikos hegyvilágban járunk, amely egyedülálló Európában. Egymás mellett egészen különböző jellegű hegyvonalatok húzódnak, és ez az a változatosság, ami gyönyörködtet. Ismerje meg velünk a Kárpátok hegyvilágát! A Kárpátok bércei. Európa közepén a Kárpátok hegykoszorúja és az általa körülölelt medence páratlan földrajzi egységet alkotnak. A hegyvilág sokszínű mozaikjaiból a kontinens legegységesebb és legjobban körülhatárolható nagy tája rajzolódik ki. Természeti tényezői, a hegységkeret és a medence szoros egymásra utaltságát, egyben harmonikus kapcsolatrendszerét hangsúlyozzák. Illeszgessük most össze a vadregényes Kárpátok színes darabkáit. Bérceire hágva és völgyeibe szállva ismerjük meg részeit, földtani viszonyait, formakincsét, kivételes élővilágát, ezerarcú tájait, hogy feltáruljon előttünk a változatos hegyvilág varázslatos vázlatképe. Európa térképére tekintve biztos mindenkinek feltűnik, ugye a középső térségben egy nagy ívű hegység, amely zárt, természetes várfalat alkot. Ugye ez a Kárpátok és a kárpáti medencéket zárja körül. A kárpáti hegységív rejti Európa geográfiai közepét is, mégpedig a felső Tisza mentén. Tehát egy olyan amfiteátrumról van szó, ahonnan a folyók, az amfiteátrum belseje felé áramlanak, ki is tudnak lépni ebből a zárt ívből, át tudják helyenként törni, viszont a belső folyók többsége a Fekete-tengerbe tart. Egyetlen olyan vízfolyás van csak, ami úgy tudja áttörni a hegységeket, hogy a Balti-tenger a végállomás. A Poprád, aztán a Dunajec és a Visztula alkott a rendszer. A Kárpátok az Eurázsiai hegységrendszer nyugati részén, Nyugat- és Kelet-Európa határán, az Alpok és a Balkán-félsziget hegységei között húzódik. Hegykoszorúja a Duna dévényi kapujától a Kazánszorosig hatalmas ívű félkörben öleli körül a mélyfekvésű Kárpát-medencét. Az 1500 km hosszú hegyvonulatsorozat éles választófalat képez a belső medencék és a kívüleső tájegységek között. Gerince a magas Tátrában a 2600 méter fölé nyúló Gerlach-falvi csúcsban tör a legmagasabbra. A Kárpát-koszorú nem csak természetföldrajzi, de történelmi és kulturális szempontból is világokat választ el egymástól. Egy évezreden át a Magyar Királyság természetes határát képezte. Természeti viszonyai ma is meghatározzák az itt élők életmódját. A madártávlatból rendkívül egységesnek tűnő hegységív közelebbről határozottan mozaikos, szinte kistájanként változó karakterű képet mutat. Hat fő része jól elkülöníthető egymástól. A keleti Alpok folytatásában a Hainburgi-rögtől a Tapoly völgyéig húzódik az északnyugati Kárpátok. Ez a felvidéket tagoló szakasz a legmagasabb, legszélesebb és legnépszerűbb hegyvidék.
A Tapoly völgyétől a Borsai hágóig ívelődő északkeleti Kárpátok viszont a legalacsonyabb, legegyszerűbb felépítésű és legkevésbé járt hegykoszorú rész. Különleges színfolt a Borsai hágótól a Tömösi átjáróig húzódó, aprólékosan tagolt keleti Kárpátok. Az Erdélyt Moldvától elválasztó vonulat földrajzi és néprajzi szempontból is rendkívül változatos. A Tömösi szorostól nyugatra a Kárpátok legegységesebb tetőszintű, legnagyobb átlagmagasságú szakasza az Erdélyi medence és Havasalföld között várfalként húzódó déli Kárpátok magasodik. A kárpáti ívhez az Alduna térségében a Bánsági hegyvidék csatlakozik, amely a Duna túloldalán már a balkáni vonulatokkal tart kapcsolatot. A koszorú belsejében az Alföld és az Erdélyi medence között szigetszerűen emelkednek a tarka felépítésű erdélyi középhegyvidék tagjai. Ugyan égtájak szerint szeletelve és részekre bonthatjuk a Kárpátokat, de még közelebb kerülhetünk a hegységekhez, hogyha a kőzetanyagokat vizsgáljuk. És így négy övezetre bontható az egész kárpáti hegységé. Minden övezetnek vannak jellegzetes kőzet típusai. A vulkáni övezet Európában az egyik leglátványosabb ezen a tájon, hiszen a Börzsönytől a Hargitáig megtalálhatók az egykori vulkánok, 15 millió éves kőzetet is lehetünk, néhány tízezer éves kőzetet is lehetünk. Ennek a térségnek egy nagyon jellegzetes anyaga az andezit. Hogyha lazább kőzeteket keresünk, akkor az úgynevezett kárpáti fliss övbe kell szétnéznünk, és úgy tűnik, hogy a konglomerátum vagy a homokkő olyan laza anyag, hogy nem is épülhetnek belőle föl magas hegységek, de gondoljunk csak a Bucsecsre, ami 2500 méternél is magasabb, és ilyen kőzetanyagok alkotják. Sokkal keményebb kőzet és ellenálló kőzet a mészkő, amely vagy szirteket alkot, vagy éppen takarókként fed be idősebb kőzeteket, de ezekben képződnek például a mély kárpáti szurdokvölgyek. A negyedik nagy övezet az a kristályos kőzeteké. Van itt gránit, van itt sokféle átalakult kőzet, paláskőzet. A legmagasabb csúcsok, a legnagyobb hegytömegek ilyen kőzetekből épülnek fel, és ha alaposan megnézzük, közelhajolva, akár még az egykori gleccserek vájta karcokat is megfigyelhetjük a felszínükön. A kárpáti hegyvilág fejlődése évtizedmilliók óta tart. E folyamat hátterét a kőzetlemez töredékek mozgásai, a kőzetrétegek gyűrődései, törései és megemelkedései adják. A hegységkeret kiemelkedését követően a kéregmozgásokat intenzív vulkáni tevékenység kísérte. Ráadásul a keret felmagasodása a belső medencevidék süllyedésével járt együtt. Az itt létrejött Pannonbeltenger fokozatosan feltöltődött, s megjelentek mai folyóink ősei. A jégkorszakok során a legmagasabb hegységek alpesi tájjá formálódtak. A medence száraz hideg mezőségét pedig az északias szelek szállította poranyag terítette be, a lösz anyagát felhalmozva. A Kárpátok földtani változatossága a domborzatot, a tájképet és a földhasználatot is meghatározza. Hegyvilágában négy egymástól eltérő felépítésű szerkezeti öv különíthető el. A hegységképző mozgások során a kőzetek, tengeri üledékek társaságában hatalmas takarókba gyűrődtek. Az egész hegységíven végigvonuló kristályos övezet főként láncszerű hegységei a legmagasabb csúcsokat hordozzák. A kristályos övezetbe ékelődve, valamint azt helyenként befedve, egy egymástól elszigetelt bércek sokaságából álló mészkőszírtöv húzódik. A mészkőtér színek takarókban is megjelennek. A Kárpátokat a szegély területein végighúzódó, friss vonulat változatos üledékekből álló kőzetanyaga forrasztja egységes keretté. Ezek a vidékek többnyire szelidebb domborzatú, erdős vonulatok.
A hegyvidék és a medence határán sorakoznak a kelet-délkelet felé fokozatosan magasodó és fiatalodó vulkáni vonulat hegységei. Az egykori tűzhányó működések során kialakult hegytömegek vadonjai ősrégi vulkáni formákat őriznek. Ismerkedjünk meg közelebbről is az ezerarcú Kárpátok formakincsével, jellegzetes tájaival. Gomolygó felhők, merész sziklameredélyek, kibukkanó csúcsok. A Kárpátok legmagasabb és egyben legvadabb részein járunk. Ha megnézzünk egy sziklát, könnyen lehet, hogy távol került egykori helyétől. Ezért a jég a felelős. Egykori gleccserek húzódtak. A gleccserek vágyták mélyre ezeket a völgyeket. A gleccserek hozták létre azokat a mélyedéseket, amelyekben ma tengerszemek találhatók. 2000 méter fölött ma is a fagy az úr. A fagynak nem tud ellenállni egyik szikla sem. Ezért a gerincek élesek, taréjosak. A legmagasabb kárpáti vonulatok a Föld legalacsonyabb magas hegységei. Ezeken a magasságuk miatt leghidegebb kárpáti terepeken tartott ki a leghosszabb ideig a jég. Felhalmozódása mélyre marta és hátrálásra kényszerítette a völgyeket, amelyek között éles csúcsokkal koronázott, keskeny gerincek maradtak. Így alakultak ki a jellegzetes, vad sziklahavasok. A magas hegységek jégvájt a mélyedéseiben, és a moréna sáncok által duzzasztva, kristálytiszta vízű hegyi tavak, tengerszemek keletkeztek. A magas hegyek zord klímája és kopár sziklavilága különleges élővilágnak nyújt otthont. A hatalmas sziklák és a köztük felbukkanó gyepes szigetek kiváló terepei a szélsőséges körülményekhez jól alkalmazkodó zergéknek. A kiterjedt kőfolyások jó búvóhelyet jelentenek a havasok zömökrágcsálóinak, a mormotáknak is. A magashegyi állatok és a jó tűrőképességű növények mellett a vendégként felbukkanó ember képviseli a havasi életet. A vadsziklabércek első látogatói hegyi vadászok, kincskeresők, bányászok és a magasabbra felmerészkedő pásztorok lehettek. Aztán már a felfedezésért, a puszta látványért, kirándulás céljából is egyre többen jöttek, így fokozatosan kialakult a magashegyi turizmus. Sorra alakultak a szervezetek, amelyek a magas hegyek feltárását, turista ösvények és turista házak építését, úti könyvek szerkesztését tűzték zászlajukra. Az egyre intenzívebb kiépítettség ugyanakkor a hegyvidéki környezet jelentős megterhelésével is jár. A legnépszerűbb helyeken a hegyi utak és felvonók nagy tömegek számára is könnyen elérhetővé tették az addig nehezen megközelíthető magas hegyeket. Az elmúlt évszázadban a Kárpátok egyre több hegységében jelöltek ki nemzeti parkokat és védett területeket, hogy tervszerűen kezelhessék az érzékeny hegyi környezeteket is. Thank you.
Nézzünk most körül a Vadkárpátokban, kapaszkodjunk fel a legmagasabb ormokra. A Kárpátok legmagasabb, s egyben a világ egyik legkisebb kiterjedésű magashegysége, az északnyugati Kárpátok királya, a Magas Tátra. A Kárpátok legjobban feltárt és legnépszerűbb hegységének gránitormai, gleccservölgyei és tengerszemei a jégkorszak emlékeit őrzik. A Tátrai Nemzeti Park magában foglalja a Magas Tátra nyugati szomszédját, az alacsonyabb, ezért visszafogott a formákkal rendelkező liptói havasokat is. És ide tartozik északkeletről a Bélai Tátra is, amely meredeken égbe szökő fehér mészkő ormaival hívja fel magára a figyelmet. A keleti Kárpátok legmagasabb ékessége, a radnai havasok alpesi jellegű sziklabérceivel vonza magához a túrázókat. Egykor olyan népszerű síparadicsom volt, hogy Lejtőin még téli olimpiát is rendeztek volna, amit végül a II. Világháború akadályozott meg. A déli Kárpátok legkeletibb hegysége az üledékes kőzetekből felépülő robosztus Bucsecs. 2000 méter fölött húzódó tágas platójának pereméről minden irányban óriási sziklafalak szakadnak le. Népszerűségét a fennsík szélmarta homokkő szikláinak és páratlanul vad sziklafalainak köszönheti. A Bucsecs szomszédságában igazi kuriózum a királykő, amelynek mészkőtaréja merőlegesen ékelődött be a déli Kárpátok kelet-nyugat irányú vonulatába. A kemény mészkövön kialakult éles alakzatok, a keskeny párkányok, főleg télen valódi magashegyi arculatot adnak a hegységnek. A déli Kárpátok legmagasabb és leghosszabb alpesi jellegű kristályos hegysége a Fogarasi havasok. Erdély népszerű déli határhegységét jégkorszakokat idéző völgykatlanok, 2500 méter fölé nyúló ormok és tengerszemek jellemzik. A déli Kárpátok égköve a rendkívül tagolt Retyezát valódi alpesi magas hegységként emelkedik a Hátszegi medence fölé. Teknővölgyeiben több mint 80 tengerszem csillog. Növényritkaságai miatt területén már az 1930-as években rezervátum létesült.
az igazán vad vonulatok szorványban fordulnak elő a Kárpátokban. Viszont hegykoszorunk legjellegzetesebb hegységei ennél sokkal szelídebbek. A lejtők leginkább tetőkben végződnek, hegyhátak magasodnak, és ezek a hegyhátak füvesek. Ezeket hívják gyephavasi területeknek. Tehát, hogyha medencékből fölnézünk, akkor persze erdőségeket látunk, de furcsa módon 1700-1800 méter fölött már túl hideg van ahhoz, hogy erdők éljenek meg. Ez már a magashegyi gyepek hazája. Tehát, hogyha a magas vonulatokra azt mondjuk, hogy lehetnek vadak és embertelenek, ez már azért egy élhető vidék. A Kárpátok legtipikusabb magaslati terepei az erdőhatáron túlnyúló, szelidebb formakincsű, gyephavas hátakban tetőző hegységek. Az aszimmetria fontos domborzati elemük, míg a hidegebb északi oldalaik élénkebb formavilágúak, a déliek rendszerint enyhébb, gyepes lejtők. Az erdőhatár fölötti gyephavas vidékeket, mivel könnyebben járhatók és gazdálkodásra is alkalmasabb terepek, már évezredek óta hasznosítja az ember. A kiterjedt hegyhátak elsősorban a havasi pásztorkodás színterei, ahol a legelőigény meghaladta a gyephavas kiterjedését, ott az erdőhatár leszorításával, erdőirtásokkal és intenzív legeltetéssel alakítottak ki terjedelmesebb legelőket. A hegyi pásztorkodó életmódnak jellegzetes kultúrája alakult ki a Kárpátokban. A gazdálkodás mellett a szelidebb kárpáti hegyek, a sport és a turizmus népszerű színterei. Elnyúló hátaik a hosszú távú gerinctúrák ragyogó terepei. Télidőben a gyephavas lejtői kiváló síterepek. Ismerjünk meg néhányat a Kárpátok szelidebb gyephavas jellegű vonulatai közül. Az északnyugati Kárpátokban a Liptói medence fölött fut hosszan az Alacsony Tátra főgerince. A 2000 métert épp csak meghaladó vonulat a felvidék szívében elhelyezkedve egyedülálló kilátópontot nyújt a Kárpát-medence északi részének hegyvilágára. Az éppen csak erdőhatár fölé nyúló Kisfátrát a Vág folyó szeli ketté. Hátait kiterjedt havasi legelők takarják, akár csak alacsonyabb szomszédjáét, a Nagy Fátráét. Az északkeleti Kárpátokban a Tisza forrás vidékén emelkedik a máramarosi havasok legmagasabb hegysége, a Csornahora. A Kárpátalja és Galícia határát alkotó tekintélyes vonulat a Kárpáti Bioszféra rezervátum helyszíne. A Kárpátok legmagasabb tűzhányó maradványát a keleti Kárpátokban elhelyezkedő Kelemen havasok őrzi. 2000 méteren futó hatalmas kaldera pereme a jégkorszakokban egyedülálló módon eljegesedett. A szélesen terpeszkedő, de szelíd hegyvonulatok a déli Kárpátokban is jellemzőek.
Kárpátokra gondolva általában két dolog jut eszünkbe. Egyrészt a legmagasabb vadvonulatok, másrészt a hatalmas erdőségek világa, amely szintén a Kárpátok szinonimája. Nem véletlen, hogy a középkori Magyarországon az alacsonyabb hegységeket erdőnek nevezték. Például Bakonyerdő vagy Mátraerdő. A kárpáti erdőhatár 1600-1800 méteren húzódik. Így nyilvánvaló, hogy a legtöbb hegységünk erdőhatár alatti térség. A legjellegzetesebb kárpáti élőlények otthonai, másrészt lakott területek. Az erdőségek voltak azok, amelyek az embereket egyre magasabbra vonzották. És olyan területeket is találunk a Kárpátokban, amelyek tájképileg is hihetetlenül érdekesek. Például a kárpáti vulkáni zóna legtöbb hegysége erdővidék. Az erdős Kárpátokban a lélegzetelállító látvány helyett inkább a helyi különlegességek varázsa fogja meg a látogatót. Ide tartoznak többek között az egykori tűzhányók, a szelidebb kristályos és homokkő vonulatok és a varázslatos mészkő takaró maradványok. A nagy kiterjedésű erdővidékeken megbújó természeti jelenségek a Kárpátok rendkívül színes mozaik darabkáit alkotják. Az alacsony erdős területek a leggazdagabb kárpáti élőhelyek. A dombvidéki és középhegységi tölgyerdők fekvésüktől függően 600 méterig húzódnak fel. A gazdag cserjeszintű tisztásokkal tarkított erdőkben főként mókusok, vaddisznók, szarvasok és őzek rejtőznek. A 600-tól 1400 méterig terjedő magasságú, hűvösebb klímájú hegységrészeket bükkösök borítják. A sűrű, zárt lombkoronájú bükkerdő szegényebb cserjeszintje elsősorban a vadmacska, a hiúz, a farkas és a medve birodalma. A bükkösök felett már a tűlevelű erdők uralják a tájat. A Kárpátokra főként a lucfenyő a jellemző. A mohák és páfrányok borította rengetegben is találkozhatunk nagy ragadozókkal. E medence közeli alacsonyabb vonulatok már az állandó emberi megtelepedés színterei is. A kárpáti erdő rengetegek, mint a megélhetés alapvető forrásai, hosszú távon meghatározták nemzedékek életmódját. Az elszórt hegyi falvak lakói, a letelepülés, az építkezés és főként a mezőgazdasági művelést szolgáló földek, kaszáló rétek és legelők nyerése céljából nagy erdőirtásokat végeztek. A kultúrterületek térnyerése mellett az üveghuták és a faszénégetés ritkította az erdőket. A Kárpátok sajátos földtani viszonyainak köszönhetően ásványokban is különösen gazdag. A földön ismert ásványok közel egynegyede jelen van a hegyvilágában, s több mint 50-et itt is fedeztek fel. A szilárd ásványi nyersanyagok bányászata évezredes múltra nyúlik vissza.
A felhagyott ipari tevékenység megmaradt emlékei, az újraindított erdei kisvasutak vagy a víztározók ma már inkább a turizmust szolgálják. A Kárpát-medence termális gyógyvizekben Európa egyik leggazdagabb térsége. Igen komoly hagyományai vannak a fürdő életnek, a gyógyturizmusnak. A vulkáni kísérő jelenségek közé tartozó ásványvízforrásokat, valamint száraz gázfeltöréseket már hosszú évszázadok óta hasznosítja az ember. Vessük be magunkat az erdővidék vonulatai közé. A vulkáni hegytömegek külső, északi területein nyílnak a felvidék kincses bányái. A Selmeci és a Körmöci hegység gyomrából évszázadokon át fejtették a nemes fémeket. Az arany és az ezüst révén e bányavidékek európai hírnevet szereztek maguknak. Itt működött a föld legrégebbi pénzverdéje is. Vulkanikus kúpok, krátermaradványok és andezit szikla alakzatok emlékeztetnek a Gutin-hegység múltjára. A törésvonalak mentén gazdag színes fémlelőhelyek nyílnak, amelyek bányászata évezredeken át megélhetést nyújtott a máramarosi és a nagybányai medencékben élőknek. A keleti Kárpátok egykori tűzhányóinak vadregényes magaslatai választják el az erdélyi medencétől a székelyföldi süllyedékeket. Székelyföld földrajzi és néprajzi középpontjában fekszik a székelyek szent hegye, a Hargita. A keleti Kárpátok legterjedelmesebb vulkáni hegysége magas fennsíkokból kiemelkedő fiatal vulkáni építmények sorozatából áll. Misztikus vadonnyában a ma is aktív vulkáni kísérő jelenségek révén borvízforrások és gyógyító gázok budjannak elő mélyéből. A kráterekben és kalderákban sokfelé tőzeglápok húzódnak. A Csomád tömbjében nyílik a még el nem láposodott Szent Anna tó. Székelyföld hegységei azért is különlegesek, mert talán itt határozzák meg legjobban a természeti keretek, lakóik mindennapjait. A legendás vonulatok hegyközi medencéiben ősi földjükhöz ragaszkodva, szellemi örökségüket hűen őrizve élnek a székelyek. Az erdélyi erdővilág mélyén a régi legendákat őrző gyilkostó egy hegyomlás következtében jött létre 1837-ben.
Kárpátokban lefelé haladva egyre szelídebb tájakon járunk. Az erdővidéken megdöbbentő látványok már ritkán fogadnak. Azonban itt vannak a Kárpátok szurdokai, amelyek talán a legexotikusabb helyszínek. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen több száz méter mély, meglehetősen szűk mészkőszurdok keletkezzen? Nyilvánvalóan kell egy vízfolyás, amely állandóan fűrészeli be magát a kemény mészkőbe. Kellenek repedések, amely mentén utat talál a víz. És hogyha a víz átfolyik ezeken a területeken, akkor az azt is jelenti, hogy átjáró nyit a hegységgel. Ez emberi szempontból is kulcsfontosságú, mert jó pár kárpáti hegységen ezek a szurdokok biztosítják az átjutást. A Kárpátokban a mészkővidékek, foltokban, kis szigetekben vagy nagyobb kiterjedésű takarómaradványokként jelennek meg. Miközben pusztít az erózió, egyben ragyogó dolgokat is teremt. Szüntelen aktivitását látványos barlangok, víznyelők, sziklaszirtek és szorosok, vízesések és szakadékok fémjelzik. E karsztvidékeken egészen különleges kárpáti tájelemek, az emelkedő hegységek és a bevágódó vizek kapcsolatából született szurdok völgyek. A hatalmas falakkal övezett mély és zárt szurdokokban sajátos, hűvös-nedves mikroklíma uralkodik, amely egyedi életközösségek kialakulásához vezet. A Kárpátok karsztvidékein a víz munkája kiterjedt barlangrendszereket hozott létre. A Föld legnagyobb barlangi jégtömegei is a kárpáti jeges barlangokban találhatók. A szorosokban a kisebb patakok pompás vízeséseken zuhognak alá. A karsztvidékeknek egykor stratégiai szerepük is volt, az átjárók szorosok védműként is szolgáltak, a jó minőségű építőkövekre pedig mindig nagy szükség volt. Ereszkedjünk be néhány érdekes kárpáti szurdokba. A Gömör-Szepesi érchegységet északon és délen is rendkívül látványos mészkőtakaró övezi, amelyekbe folyók, patakok vágódtak be mélyen. A Káposztafalvi karszt vízfolyásai szűk és vadregényes szurdokokat vájtak maguknak. A Kárpátok egyik legnagyobb karsztvidéke a Gömör-Tornai karszt. Hatalmas mészkővidékét a folyóvizek hét fennsíkra szabdalták. A felszín alatt pedig kisebb-nagyobb üregek ezreit, cseppköves barlangokat vájtak ki, amelyek ma már a világörökség részét képezik. A keleti Kárpátok különlegessége
a merész sziklaformákkal tarkított Hagymás hegység. Az egyeskő taréja a szirté formálódott keménymészkő kárpáti emblémája. A csíki alpoknak is nevezett vonulatban tátong ugyanakkor a Kárpátok legismertebb szurdok völgye, a Békás-szoros is. Az erdélyi középhegyvidék kristályos hegytömbjeit igen változatos karsztos mészkőtakarók színesítik. Ezek egyik érdekes példája a pádis szaggatott karsztvidéke. A Bihar hegysége viszonylag kis területű felföldi részén a karsztvíz útját a legkülönlegesebb felszíni és felszín alatti jelenségek kísérik. Mészkő szurdokok esetében érezzük, hogy valami hiányzik a helyszínről. A mészkő egy része, amit a folyó kimosott onnan. A mészkő szirteknél viszont mészkő többlet van. De vajon miért vannak ott ezek a mészkő szirtek, és mi az érdekességük? A mészkő nagyon kemény kőzet, sokkal keményebb általában ilyen helyzetben, mint a környezete, vagyis a természet válogató lepusztítást végez, és ilyenkor a szél, a víz jobban pusztítja a puhább anyagot, mint a mészkövet. Így egy idő után a mészkő magasabbra kerül, mint az alacsonyodó, szomszédos területek. A kárpáti tájkép sajátos és meghatározó képződményei a magányos mészkőormok. A szűkebben vett szirtövvel az északnyugati Kárpátokban találkozunk, de az öftől távolabb eső mészkőtakarók lepusztult maradványai is ide tartoznak. Összességében több mint 4000 szirt magasodik a Kárpátokban. Nehéz megközelíthetőségük és egyedi mikroklímájuk révén különleges növényvilágnak nyújtanak menedékhelyet. A Kárpátok szirtjei stratégiai szereppel is bírtak. A gyepűőröknek nem mindig sikerült tartaniuk a kárpáti átjárókat a keleti betörésekkel szemben. Ezért a tatárjárás után a legkedvezőbb védelmi pontokon, a legmerészebb szirteken kővárak egész sorát építették. A mészkősziltek és az azokon ülő várak valójában a legszélsőségesebb lakóhelyeket jelentik a Kárpátokban, de a megtelepedés igazi színhelyei a medencék. De hát ez nem is különleges dolog, hiszen a Kárpát-medence vidéken élünk. Ha valaki a Győri medencében, vagy az Alföldön, vagy éppen az Erdélyi medencében lakik, ő is kárpáti tájon él. És aztán itt vannak még a kárpátközi hegyközi medencék, amelyeket a hegyvonulatok teljesen szinte körülölelnek. Ezeknek a hegyközi medencéknek a különlegessége, hogy a hegyvidékről leáramló levegő, hideg, megüli a medencéket, akár 10-20 fokkal is hidegebb lehet lent. Tehát ha valaki reggel fölkel, kinéz és felhő borít mindent, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy fölötte a hegyvonulat területén nem lesz napfény. Tehát fölfelé vágyunk, bár medencelakók vagyunk, föl, ahol mindig kék az ég. A Kárpátok medence vidékét három hatalmas medence és sok kisebb hegyközi medence alkotja. A legkiterjedtebbek közül nyugaton terül el a Győri medence. Középen a széles, nagy Alföld terpeszkedik. Keleten a hegyek közé szorított Erdélyi medence nyújtózik.
A Kárpátok hegységei hatalmas folyórendszerek vízgyűjtői, gerincei jelentős vízválasztókat hordoznak. A hegykoszorúkból befelé folyó vizeket a mélyfekvésű Kárpáti medencét gyűjtik össze. A legtöbb folyó kalandos útja a Dunába torkolva ér véget. A medencevidék három nagy éghajlati terület, a kontinentális, az óceáni és a mediterrán ütköző zónájában fekszik. A domborzati viszonyok is alapvetően befolyásolják az egyes térségek klímáját. Míg az Alföldön 10 fok az évi középhőmérséklet, addig a magashegyi csúcsrégiókban 0 fok alatt marad. A legtöbb csapadék a nyugati vidékeken hullik, míg a legszárazabb területek az Alföldön és a hegyközi medencékben vannak. A Kárpátok védőhatásának köszönhetően a medence belsejében a szélsebesség is jóval gyengébb, mint Európa nyitottabb tájain. A Kárpátok védőkoszorújának éltető ölében már az őskorban gyökeret vertek az emberi közösségek. A szkíták, majd a hunok nyomában utódaik, az avarok hozták létre a Kárpát-medence első egységes birodalmát. Öröküket átvéve vonultak be a 9. században Árpád magyar törzsei, egy évezredre birtokba véve az óriás tájat. A Kárpátok védvonala nem csak a természeti csapásoktól óvta meg a birodalmat, de a magyar királyságra és Európára törő keleti hadaknak is természetes akadályt jelentett. A hegyvilág etnikai térképét az idők során szlovákok, ruszinok, románok, szászok és délszláv népek is színesítették. Miközben a tatár és török elleni honvédő harcoktól és más csapásoktól megritkult a magyarság, a már itt élő népcsoportok gyarapodtak, majd egyre többen települtek be a hegyeken túlról a medencékbe. A világháborúkban megroppant Magyarország évezredes földrajzi egysége felbomlott, a Kárpátok alkotta természetes határát megszüntették. A hegykoszorún újonnan létrehozott államok és a szomszédos országok osztoztak, míg a magyar állam földrajzi keretei visszaszorultak a belső medencébe. Ez hát a Koszorúhegy világa. Aki a Kárpátok bérceire hág, vagy völgyeibe száll, megérezheti azt a sajátos légkört, ami sokszínűségéből és az itt élő népek lelkéből fakad. Minden egyes szeglete különleges csodákkal vár. Hegyeikben barangolni nagy élmény, de egyben felelősség is. Óvnunk kell a Kárpátok hegyvilágát,
hogy a benne rejlő természeti és kulturális értékek fennmaradjanak. Hogy az őseinktől örökölt táj utódainknak is gazdag és változatos élettere legyen. Megismertük a Kárpátok vadvonulatait. Jártunk a szelídebb tájakon. Leereszkedtünk az erdős vonulatokra. Ott találkoztunk szurdokokkal. Felkapaszkodtunk mészkőszirtekre. Elképesztően változatos hegyvidéki tájakon jártunk. Ezt az egészet azonban akkor lehet igazán érezni, akkor tapasztalja az ember a Kárpátokat, ha maga is végigmegy ezeken a hegységeken. Húzzunk tehát bakancsot, és irány a Kárpátok hegyvilágon.